A Pannon Egyetem és az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szervezésében Immanuel Maurice Wallerstein, amerikai szociológus történész tartott előadást. A professzor számos neves felsőoktatási intézmény vendégprofesszora, díszdoktora, több magasrangú kitüntetés tulajdonosa. 1994 és 98 között a Nemzetközi Szociológiai Társaság elnöke. 2003-ban az Amerikai Szociológiai Társaság életműdíjjal ismerte el munkásságát. Fő műve a Modern Világrendszer 3 kötetben jelent meg. Történetfilozófiailag a professzortól származik a centrum-periféria világrendszer elmélet. A történésznek ez idáig 30 könyve és több száz publikációja jelent meg, az internet lehetőségeit kihasználva számos blogbejegyzést is magáénak mondhat. Életművében a társadalmi és katonai tényezők egymásra gyakorolt kölcsönhatásainak feltárásában mutatott teljesítményeiért az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szenátusa tiszteletbeli doktori címet adományozott. A feltárt tendenciák ugyanis hatást gyakoroltak az új biztonsági felfogás kialakítására és annak világméretű elfogadtatására. Az előadás vége kifejezetten interaktív volt. A hallgatók kérdéseket tehettek fel az őket leginkább foglalkoztató témákról. Így esett szó a nukleáris nagyhatalmakról, valamint Magyarország helyzetéről és annak fejlődéséről.